Jó napot kívánok! A Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13. alkalommal rendezte meg a Roma Napot a téglagyári tó melletti területen. A szórakoztató programok július 12-én zajlottak. Több mint egy évtizedes hagyományra tekint vissza a Celldömölki Roma Nap, mely minden évben színes programmal várja közönségét. Idén a rendezvény kulturális részeként a Cigány című darabot tekinthették meg az érdeklődők a Soltis Lajos Színház előadásában, majd az este folyamán főzés és zenés program színesítette az idei évi Roma Napot, melynek célja a roma és nem roma lakosság közötti jó kapcsolat kialakítása. Olyan célból, hogy közelebb hozzuk a roma lakosságot a nem roma lakossághoz, hogy megismerjék a kultúránkat, étkeinket, és a szegényebbek is tudjanak szórakozni, tehát kapjanak ételt, illetve zenekart, zenét, ami ingyenes. És ugye ezeket a műsorokat még hogy véghez tudjuk vinni. Nagyon szépen megköszönöm a Celldömölki Önkormányzatnak, illetve polgármester úrnak, hogy évre-évre támogat bennünket. Igaz, hogy mi nem tiszteletdíjat veszünk fel, hanem ezekre a műsorokra fordítsuk. Mikulás, néha-néha húsvét, ott is tudunk tartani. Táborozást, ha annyi pénzünk jön össze. Sajnos azt nem minden évben tudjuk megcsinálni. És még egyszer itt meg szeretném köszönni a Celldömölki Önkormányzatnak, illetve polgármester úrnak, a polgármester asszonynak a segítségét. Ugye mi nem veszük fel a tiszteletdíjat, inkább dolgozunk közmunkába vasúton, vasútállomáson, és sokszor besegítünk a városnak is társadalmi munkába. Árok tisztítás, takarítás, illetve fényírás. A rendezvény megnyitóján részt vett Fehér László polgármester és Söptei Józsefné alpolgármester is, köszöntve a Roma Napra kilátogatókat. Örülök neki, hogy városunkban békésen együtt él a roma közösség Celldömölk lakosságával. Tulajdonképpen ugyanúgy a város része. Annak is örülök, hogy a város sokat tud segíteni a roma családoknak. Egész nyáron ingyenes étkeztetést biztosítunk a gyerekeknek. A családok megszokták, hogy óvodába és iskolába rendszeresen kell járni a gyerekeknek. Elég jól kialakult ez az együttműködés. És bízom benne, hogy a későbbiekben még jobban együtt tud élni ez a két lakó közösség, hiszen hamarosan remélem a következő évben végre sor kerül a Horváth Elek utcának a rendbetételére, és abban is bízom, hogy az Európai Uniós támogatások, ha ezt sikeresen befejezzük, ezt a Horváth Elek utcai projektet, majd csak tudunk pályázni még hasonló városrész rehabilitációkra, és akkor talán az Április 4 utcára is sor kerülhet. Én bízom benne, hogy egyre jobb körülmények közé fognak kerülni, és hogyha mindenki munkát vállal és dolgozni fog, a kétkeresős családok már kapnak annyi kedvezményt, hogy normálisan tudják fizetni a közüzemi díjakat, és normálisan tudják nevelni a gyerekeiket. Így nem fog sor kerülni úgy, mint az elmúlt években, hogy a gyerekeket nevelőintézetbe, állami gondozásba vegyék, sőt, inkább haza lehet hozni azokat a gyerekeket is, akik most ott vannak. Minden azon múlik, hogy a családok hogy állnak a munkához, a neveléshez, és akkor fogják látni majd az eredményeket, és akkor fogja a Celldömölk lakossága is érezni ezt, mert sokkal nyugodtabb, békés egymás mellett élés fog következni. A Bográcsban elkészült vaddisznó, illetve csülökpörkölt elfogyasztása után az este további részében a Vörös és Villike nevű báli zenész duó szórakoztatta népszerű mulatós dallamokkal a közönséget a hajnalig tartó bál keretében. A Sághegy kráterében ötödszörre dobbantak újra az Ataru Taiko Japán Dobszínház különleges dobjai július 6-án. A zenei élményt idén a sziklafalra vetített fényfestés tette még látványosabbá. A nyár legütősebb élményét ígérte július 6-ára az Ataru Taiko Japán Dobszínház, mely 2015-ös első sághegyi koncertje óta minden évben különböző látványelemekkel gazdagított show-val kápráztatja el a kráterkoncertre érkezőket.
A több száz köztük külföldi fellépéseket maga mögött tudó együttes most is látványos és változatos koreográfiai elemekkel tarkított, lendületes előadást tárt a közönség elé. Az 5 évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal megszervezett kráterkoncertből valóban hagyomány lett, hiszen a dobok hívószavára idén is több ezeren léptek át az Ataru japán tori kapuján, hogy dimenziót váltva vegyenek részt a vulkánkráterében a nagy dobbanáson. A szombatesti koncert több mint 2 órán keresztül szólt a Sághegy szívében, ahol az Ataru Taiko ismét egy lendületes, precízen kidolgozott műsorral lépett közönség elé. A dobok mellett egyéb autentikus hangszerek is helyet kaptak, amit a fellépők sajátos ruházata tett egyedivé. A folyamatosan változó színpadkép, az olykor feszültséget, máskor megnyugvást árasztó zenei előadás az előző évekhez hasonlóan idén is átütő sikert aratott. A keleti kultúra megelevenedését feltáró, éjszakába nyúló programot látványos fény és tűzjáték tette teljessé. A sziklafalon megjelenő fényfestés nonfiguratív motívumokkal, ismétlődő vulkánkitörések vetítésével tette még látványosabbá az amúgy is magával ragadó produkciót. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Galériája nyáron sem maradt kiállítás nélkül. Skrabák Szabolcs fotográfus Balaton című tárlata július 12-én nyílt meg a közönség számára. A Balaton című fotókiállítás megnyitójának kezdetén Radányi Károly, az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára a tárlat címéhez illeszkedve balatoni népdalokat zongorázott, majd a közel 50 fotóból álló kiállítási anyagot Fehér László polgármester ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A városvezető után maga a fotós, Skrabák Szabolcs is szólt a megnyitó közönségéhez, aki elárulta, hogy egyik kedvenc témája a természetfotózás, így most a Balatonról és környékéről készült képeiből láthatnak ízelítőt, akik megtekintik a kiállítást. Amikor körbejárunk, akkor az embernek ugye meglát egy-egy témát, például van egy stand, Stég nevezetű kép, az éppen egy, tudom, hogy amikor Balaton tekertem körbe a biciklivel, akkor megláttam, és ez nekem nagyon tetszik, és lefotóztam, és utána megláttam, hogy tényleg egy nagyon jó téma lett. Igazából ezek mind olyan dolgok, hogy az ember úgy sétál, megy, biciklizik, és akkor meglát egy témát, akkor ezt lefotózom, és akkor mert akkor tetszik, aztán visszanézem, és akkor képernyőn is jól néz ki. Vannak olyanok, amik inkább olyan visszanézik az ember, és azt mondja, hogy ez egy jó kis emlék, és elrakja. De valami azt mondom, hogy ez tényleg jó kép, jól sikerült. És akkor ezekből válogattam ki, és ezek lettek kiállítva. Skrabák Szabolcs, mint elmondta, a gyerekkorában kezdett el fotózással foglalkozni, amely a mai napig egyik kedvenc hobbija maradt. Az akkori előhívással készült papírképekből mára a digitális korszak beköszöntével új távlatok nyíltak meg a fotográfus előtt is, melynek segítségével ma is rendszeresen fotóz, próbálva elkapni a megragadó pillanatokat. A hangulattól függ az embernek, éppen milyen hangulata van, milyen témát lát meg, és volt, amikor a teraszunkon egy kis szöcske volt, akkor azt fényképeztem le. Volt, amikor ugye az ember olyan témát lát, akkor egyből előjön, és azt le kell fényképezni. Van, amikor kimegyek, hogy na, most akkor fényképezek, és benézek a fényképezőgépbe, és egyszerűen, hát ezt most nem fotózom le. Tehát az egy jó dolog, amikor az ember odaig el tud jutni, hogy akkor belenéz, és ez nem kell, mert egyszerűen nem tetszik. Skrabák Szabolcs kedvenc témái a természet és portréfotózás, de városképet és csendéletet is szívesen fotóz. A most kiállított fotókról a Balaton különféle szebbnél szebb hangulatai és arculatai köszönnek vissza ránk, melyekben augusztus 8-áig gyönyörködhetünk a Művelődési Központ galériáján. Nemrégiben beemelték a Ligeti Sporttelep labdarúgó lelátójának új tetejét. Az elmúlt évtizedben balesetveszély miatt bontották le a lelátótetőt, melynek könnyű szerkezetes technológiával történő újraépítése közel 30 millió forintba kerül, és TAO-s pályázati pénzből valósulhat meg. A CVSS sporttelep felújítási és fejlesztési munkálatai a második ütemnél tartanak. A mostani munkafázisban pályázati, önkormányzati és TAO-s pénzből megvalósul a labdarúgópálya lelátójának felújítása és befedése,
Az 1920-as években készült épület teljes vízszigetelése, valamint a centerpálya világításának kiépítése és a pálya rehabilitációja. A második ütem átadása a nyár végén várható. A lelátó tető beemelésének látványos munkálatait két daruval végezték. A pálya szélén összeállított nagyméretű, könnyű szerkezetes építmény több szakaszban lassú emeléssel került a helyére. A tetőszerkezet készreszerelési munkálataira a későbbiek folyamán kerül sor. Új edzőteremmel bővült Celldömölk. A Vulkángyógy és Élményfürdőn üzemelő Active Gym Fitness Wellness minden izomcsoportra gyúrókat kiszolgál. A sport mára már divatos kikapcsolódás lett, és Celldömölkön is egyre több a lehetőség a mozgásra. Ennek egyik új helyszíne lehet az Active Gym Fitness Wellness edzőterem, mely a Vulkángyógy és Élményfürdő első emeletén terül el. A konditerem minden izomcsoportra gyúrókat kiszolgál, mondta az átadón Szakos Béla, a terem tulajdonosa, hozzátéve, hogy az úszással kiegészülve szerencsés ötvöződése lehet a szabadidős sportolási lehetőségeknek. A teremnek a gépparkja alkalmas arra, hogy az egész testet átmozgassa. Itt igazából mindenki megtalálja magának valót, aki fogyni kíván, aki erősödni kíván, aki állóképességet kíván növelni. Egyelőre még csak mindenki saját maga edz, természetesen segítséggel, bárkinek állok a rendelkezésére, meg hál' Isten itt egy olyan közösség szokott kialakulni, ahol az emberek nagyon szívesen segítenek a másiknak is. Szóval aki ide eljön egyedül, ő sem fogja magát egyedül érezni, mert vagy én, vagy éppen a mellette lévő biztosan segíteni fog neki. A konditerem bemutatkozásán részt vett Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester, valamint Marit Sándorné önkormányzati képviselő, akik örömmel nyugtázták, hogy egy újabb vállalkozás jött létre a sport eme területét kedvelők részére. Klára Ágnes, a Jufa Vulkán Termál Resort igazgatója, szintén örömét fejezte ki, hogy a szálloda vendégek részére komplett konditerem létesült, mint ahogy Lóránt Gábor, a Vulkángyógy és Élményfürdő igazgatója is pozitívan nyilatkozott a beruházásról, melynek szívesen adott helyet a fürdő, hisz ezzel gyarapodott a vendégek jobb kiszolgálásának köre. Az átadáson részt vett Hans Kornél, a Vas megyei súlyemelő szövetség elnöke is. Minden sportnak az alapja az erőllét szinte, tehát erőllét nélkül bármilyen sportot nehéz üzni, mert az alapozási időszakban minden sportágnak az alapja egy súlyemelő, egy kondicionáló edzés. Én engem különösen örülök, hogy akár itt Celldömölkön, akár az egész megyében azt látom, hogy egyre több kondicionáló terem nyílik, és fontos az embereknek az egészségének a szempontjából ez. A teremben lévő géppark nőknek és férfiaknak is szolgál egyéni elvárásoknak megfelelő eszközökkel. A konditerem 9 órától este 9 óráig tart nyitva, természetesen a fürdőbe, illetve a szállodába érkezőket is szeretettel várja, akár rekreációs célra is. A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték az életmódtábort a Vasvirág Hotelben. Az Eleki Életmód Központ szervezésében zajlott tábor keretében egészséges életmóddal kapcsolatos film is vetítésre került a Művelődési Központban július 2-án. Az egészséges életmód alapelveinek tanítására és begyakoroltatására specializálódott Eleki Életmód Központ több tábort is szervez az év során, ezek egyike az Új Kezdet Életmód Tábor, melyet minden évben Celldömölkön rendeznek meg. Az idén június 30-ától július 7-éig tartó bentlakásos táborba mindazokat várták, akiknek célja az egészséges életmód legfontosabb alapelveinek megvalósítása a gyakorlatban, hiszen az egyhetes programban a testi-lelki egészségről szóló előadások és beszélgetések, egyéni tanácsadás, fórum, gyógynövény és ételbemutatók, hosszabb, rövidebb kirándulások, reggeli tornák, közös mozgás egyaránt szerepeltek. Mindez szép, kultúrált környezetben, napi háromszori, teljesen növényi, azaz vegán étkezéssel. A gyermekek számára pedig különféle foglalkozások álltak rendelkezésre. A tábori programok része volt egy filmvetítés is a moziban, mely előtt Söptei Józsefné alpolgármester köszöntötte a tábor résztvevőit és a többi érdeklődőt. Ezt követően a közönség a Mi az egészség című filmet tekinthette meg, melyből az érdeklődők megtudhatták, hogyan függ össze a napi tejtermék és húsfogyasztás a leggyakoribb civilizációs betegségekkel, van-e ráhatásunk a rákra, cukorbetegségre, demenciára, vagy éppen a szív- és érrendszeri megbetegedésekre.
A vetítés után az Eleki Életmódközpont szakemberei válaszoltak a nézők kérdéseire. Július első két hetében három sikeres tábort bonyolított le a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. Ezúttal bábos, teszvesz alkotó és focis tábor zajlott az intézmény szervezésében. Július 1-e és 5-e között zajlott a bábos tábor, melyben elsősorban a Tücsök báb csoport tagjai vettek részt, de más, az alkotás ezen formája iránt érdeklődő diák is jelentkezhetett. Így közel 20 gyerek adózhatott a bábkészítés örömeinek, ezen kívül interaktív foglalkozások, szerepjátékok, mozizás, fürdőzés várta a résztvevőket. A heti programban egy nap kirándulás is szerepelt, melynek keretében lovasfogaton utazva keresték fel a Nemeskocsi Levendula házat. Július 8 és 12 között két tábor is megrendezésre került a Művelődési Központ szervezésében. A több, mint 10 éves múltra visszatekintő teszvesz tábor az alkotó és kézműves gyerekek tábora, melyben idén 12-en vettek részt. Az ide jelentkező diákokat kézműves és kreatív alkotó műhelyfoglalkozások, különféle túrák és kirándulások várták a természetben. A mozgékony, sportot kedvelő gyerekek szünidei program kínálata a 25 fővel zajlott focis tábor volt, melynek során délelőttönként labdarúgó edzések zajlottak, házi bajnokságot rendeztek, a csapatszellem erősítése, valamint közösségépítés céljából, délutánonként pedig a fürdőt vették célba, tovább folytatva a sportolást, strandfoci keretében és a vízilabdázás rejtelmeibe is belekóstolva. A két egymással párhuzamosan futó tábor résztvevőinek közös programja is volt, kalandparkban jártak, valamint a Sákhegy Íjász és Hagyományőrző Egyesületnél vendégeskedtek Tokorcson, ahol megismerkedhettek az íjászkodással, hagyományos szabadtéri népi játékokkal és szalonnasütés is szerepelt a programban. A nyári vakációjukat töltő gyerekekre július hónapban vár még egy népismereti tábor, melyben a résztvevők megismerkedhetnek a helyi néphagyományokkal, szokásokkal, és természetesen a népzene és néptánc sem hiányozhat majd a programból. Szeretettel vár minden gyógyulni vágyót Hajba Diana természetgyógyász, fülakupunktúrás addiktológus, a Sárvári Természetgyógyászati Terápiás és Diagnosztikai Rendelőben. A rendelő a legkorszerűbb diagnosztikai és kezelési lehetőségeket kínálja páciensei számára. Meridim számítógépes, komplett állapotfelmérés, IBR System biorezonanciás kezelés, emésztőszervi, nőgyógyászati problémák, allergiás panaszok esetén. Mozgásszervi, izom és izületi panaszokra, köpőterápia és akutép kezelés. Bőr problémákra lézerterápia. Továbbá fülakupunktúrás kezelés, addiktológia, szenvedélybetegségek leszoktatása és fogyókúrás program. Moxaterápia, ajurvéda masszázs és Aviva nőgyógyászati torna áll a gyógyulni vágyók rendelkezésére. Az egyéb kezelési területekről a rendelő honlapján és Facebook oldalán tájékozódhatnak. Kedves nézőink! Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVCEL műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon és a TVCEL Facebook oldalán korábbi híranyagainkat is megtekinthetik. Viszontlátásra!